Szeptember 9. Mi pedig az Úrnak dicsőségét, mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén. Ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. Még János, a szeretett tanítvány, aki később oly hűen tükrözte vissza a megváltó jellemét, sem volt természettől fogva szeretetre méltó. Nem csak magabiztos volt és becsvágyó, hanem még indulatos és visszavágásra kész is, ha megsértették. Amint azonban megnyilatkozott előtte Jézus egyedülálló isteni jelleme, ennek fényében meglátta a maga tökéletlenségeit. E szembesülés hatására megalázta magát. Csodálattal és szeretettel töltötte be lelkét az az erő és türelem, hatalom és gyengédség, fenség és szelídség, amit Isten fia mindennapi életében szemlélt. Szíve nap mint nap jobban vonzódott és kötődött Krisztushoz, míg végül iránta való szeretetében egészen szem előtt évesztette a saját énjét. Haragtartó, becsvágyó természetét alárendelte Krisztus átalakító hatalmának. A Szentlélek újjáteremtő befolyása megújította szívét. Krisztus szeretetének hatalma véghez vitte jelleme átformálását. Ez a biztos eredménye a Jézussal való szövetségi egyesülésnek minden esetben. Ha Krisztus lakozik egy ember szívében, akkor ennek hatására teljességgel átalakul a természete. Krisztus lelke, szeretete meglágyítja a szívet, engedelmességre készteti a lelket, és felfelé, Isten és a menny felé irányítja a gondolatokat és a vágyakat.